egy amerikai madár, tehát ő nem honos Magyarországon, de rajta keresztül be tudjuk mutatni, hogy hogy vadásznak, hogy kapják el a táplálékukat. Tulajdonképpen a hétvégi bemutatók erről szólnak, ragadozó madár reptetése, bemutatása és információ az életmódjukról, vadászati stílusok és általában a ragadozó madarakról. Szabadon repül a madár. Annak ellenére, hogy biztosak vagyunk abban, hogy nem fog elmenni, hiszen ismerjük a madarunkat, tudjuk, hogy fog repülni, de azért használunk egy jeladót, vagy GPS adót, ami egy ilyen kis klippel csatlakozik a farkára. Ha netán a madár elrepül, akkor tudjuk, hogy hol találjuk. Tudja azt, hogy nálam meg fogja kapni a vacsoráját, ezért úgy dönt, hogy visszarepül hozzám. Kölcsös bizalom van köztünk, ezért jön vissza. Rágcsálókat, csirkét, marhahúst teszik. A mostani reptetésnél a csirke lábat kapott feldarabolva, és a végén egy kis nyulat uzsonnára. Hétvégén lesz a bemutató, tervezzük szombaton és vasárnap. Elvileg kettőkor, de ez még változhat. Őt nem lehet kényszeríteni arra, hogy repüljön a hajóra.